Ez mennyire bugyuta volt még? Hello! Hello, sziasztok! Itt van velem gonosz Pótpupi. Szóval... Így van, hello, szia! Csá. Szia Pótpupi! Hát azért jöttünk erre a helyre, hol is van? Gyere már közelebb, olyan ezért, meg kicsit menjél lejjebb, lejjebb. Hello. Itt vagyunk Pesten a Happy Pip, nem? Happy Restaurant, yeah. A Happy food. Étterem, Happy Foodnál vagyunk. Happy Food and Coffee. Rohadt hideg van, úgyhogy mindjárt be is megyünk a francba. Igazából... Fel kellett vennem egy kabátot, de ő nem tud, hogy bírja úgy. Mert én kemény vagyok. Én kemény vagyok, nem vagyok ilyen tápos, nézzétek majd. Van itt egy challenge, amit be kéne próbálnunk. Az a helyzet. Be is fog. A város hősért kiállt. A város. Én leszek az új sheriff. Szerintem. Így van. Van itt egyébként egy csípős challenge, és hát ezt meg kéne enni. Ez a csípős burger. Azt mondják, hogy ez egy ilyen haladóbb szín, de nem azért nem annyira... Hát nem tudom, megszakértjük. Azért jöttünk ide, hogy vagy megcáfoljuk a mítoszokat, vagy megerősítjük azokat. Így van? Így. Hogy vagy István? Jó vagy? Én jó vagyok. Elméletileg amúgy 8 perces határ van, amint 8 perces limit idő van rá, yes. Így van. Yes. Úgyhogy az lesz a kemény igazából. Azt mondom, hogy ne fagyoskodjunk, hanem nézzünk be. Jó, mindenféleképpen. Mondjuk István ezt már tuti benézte. Vagyunk egy helyen, aminek az a neve, hogy a hely. Azt lehet, hogy lekapcsolom, az jó, nem? Kell ez? Ilyen halványfény, ez így jó, ilyen hangulatfény, látod? Na, szóval azért jöttünk ide, hogy megküzdjünk a hamburgerrel, amit már fölvázoltunk nektek, de nem fogunk tudni, mert csicskák vagyunk. Bizony. Érdekes, hogy ez a hely egyébként, ez ilyen, inkább ilyen Mexikó jellegű. Kevert egyébként, mert itt van Mexikó, van Ázsia. Nekem nagyon tetszik különben, hogy tényleg nagyon sok színű. Egyébként a fény az azért ilyen, mert itt tényleg ilyen fény van, szóval itt full ez a sötét, meg ez a sárga, ugye ez a meleg sárga szín. De úgy ez nekem nagyon dolog. Bejön. Amúgy nekem is. Csak itt kamerában látod. Ezért. Igen, egy kamerában kicsit amúgy ilyen fura, mert ugye általában így a fehér fény az... Ugye ezt a fényt szereti jobban a kamera, ezt a fehér fényt. Bazán. Én vagyok a fényhozó. Eddig ez nagyon tetszik nekem az a lámpa. Hazavisszük. Nézzetek meg az étlapot egyébként, hogy tényleg amúgy nagyon... És itt van, melyik az a burger? Mi a neve valami izé? Az, amit már akarom próbálni? Démon... Démon ölő. Ja, mi Démon, is? Mindjárt mondom. Ah, látod itt Ázsia, ez... Ez meg inkább Mexikó. Van olyan démon. Várj, azok a koktélok. Hamburgerek, azt a de jól néznek. Van Demon Slayer burger. Nem mondod. Mondom. Tényleg. Van Demon Slayer burger. Tényleg? Melyik az, ami mi fogunk enni? Démon ölő? Mi? Nem. Démon csókja? A démon burger? Na itt a Demon Slayer, igen. És itt vannak egy mexikói. Szóval itt igazából az ázsiai és a mexikói ételek elegye? Tök jó. Ez nekem tetszik. Akkor itt igazából mindenki megtalálja a kedvére valót. Hát de tényleg itt minden van. Azt a tempurát sírkemelfilék, teriyaki, de durva. Tök jó. Sushik is vannak. Van mexikói sushi? Mexikói sushi. Desszertek vannak? Milyen desszertek vannak? Te fogsz kérni desszertet? Á, nem. De egy személyes tárgy. Olyan, várj, kiszedtem a lapokat, ne valamit csinálj. Ne csinálj! Szétrong, ide jövök és rombolok, vágod. Megküzdünk a démonszal. Démonsz. Kicsit démonsz. Mi olyan sárgák vagyunk, hogy egy kicsit kell egy ilyen... Te kérsz egy démonsz csókot? Amúgy te démonsz léjjel szoktad nézni? Persze, igen. Na. Tényleg? Ti szoktál ott nézni a démon slayert? Én imádom Írjátok a démon slayert. Tényleg. Én imádom. Amúgy tényleg jó cucc, én is szoktam nézni. Megkaptuk a 4 személyes adagot. Van benne kraft. Nem vicceltek, amúgy ez tényleg nagy.
Négy burger, mennyi íze van rajta? Ilyen takó. Na figyelj, akkor te, teszteljük le, Négy darab és kettő burrito, azt mondja. Ez burrito, ez meg quesadilla, nem? Szerintem ez ilyen quesadilla dolog. Hát az a, amikor félben van hajtva, és ez szerintem ez a quesadilla, nem? Uh-huh. Nézzétek meg. Van rajta egy kis ereszel sajt. Na figyelj, vagy kezdjük a burgerra? Kóstolj meg a burger. Jó. Milyen jó az izéje. Wow. Buci az rúgat. Van benne egy hambi szósz. Hát ez a klasszik, klasszik burger. Ja. Menjen csodárba. Már csuk bele. Jó. 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 Várjál. Csapd ide középre. Ide, hogy lássak a kamera. Itt van cheddar szósz. Nyom bele. Küld bele. Nagyon fog folyni, úgyhogy óvatosan. Micsoda perverzat vagyunk. Úristen. Ajjajajaj. Milyen habkönnyű ez a buci. Ja. Van egy ilyen klasszik burger szósz, hogy ez egy ilyen, hát most kellene Big Mac szósznak csúfolni, de hogy ez igen, ez a ez nagyon klasszik hambi szósz. Hát igazából zöldség, hús, hambi szósz. De ez a buci mennyire puha, olyan, mint hogyha felhőbe harapnék, de most komolyan mondom. De kajak. Rácsúsztok erre a quesadillára. Ez quesadilla, nem? De várjál, nézzünk meg, figyelj már, ne legyünk már buta fejek. Itt az étlap. A sok személyes tálak hol vannak? Ez a Tex-Mex tál egyébként, azon van burrito, quesadilla, jól mondtam, klasszik burger, sült krumpli, cheddar szósz, és ez a nachos, ugye? Aha. Meg amerikai káposzta sali is jár hozzá. Na figyelj, quesadillát az hogy az? Evőhez közel leszik amúgy? Hogy nem tudom. Vagy csak mint a palacsintát. Ja. Mehet be. Egészségetekre. Egészség. Hát olyan, mint egy sajtos tejfölös. De ebben amúgy van csirke, hús, az biztos. Bab van benne, az fix. De nézem, hogy a burrito babban van ezért. Abban van bab, meg rizs. Igen. Jól látom. Be tudnád volna egy ilyen tálat? Nem. Biztos, hogy nem. Tényleg. Biztos az. Jó volt az a rígy. Mi volt az ilyen tempóban enni? Hát én mindig is gyorsabb voltam, anyám nagyon sokat cseszegetett érte úgy. Igen. Hát cseszeljük a burritót is szerintem, nem? Nem fog maradni hely. Nem áll. Nem fog. Megküzdünk a démonszal. Akkor ez most egy ürtögűzős idő? Lehet. Démonűzős? Jó, rajta ez a tejföl, tudod, de jó. Wow. Picit pikányt. A darált hússal. Ebben a darált hús, aha. Darált marha, gondolom. Meg az ide messze kóstoltuk káposztasani. Tőle, én a salit annyira nem szeretem. Nem. Akkor ezt... Káposzta salit már, mint. Én igen. Én imádom. Baszki, ez a finom vagy. Azt mondom, hogy ezzel nincs semmi gond. Lehet az a taktikájuk, hogy lehetetnek minket. Amúgy igen. Nem leíthatnak. Igen. Lehetetnek, és akkor nem fogjuk tudni megenni, nézzét. Démon. A Demon Burger. 8 percünk van rá. Ja. Viszont az a baj, hogyha nagyon gyorsan eszed meg, akkor pociba lesz az ötöd. Igen. Azért mondják, mindig azt mondják az én csillisek, hogy érdemes minél többet rágni, mert ugye akkor inkább a szádba szívódik fel, nem a pocótba. Aha. Azt mondják, hogy volt már hányás is. Képzeljétek el. Durva. Ezt úgy megenném én is még ezt a burgert, de... Meg nekem ez a kasszadé, ez nagyon bejött tőle. Ja, az nagyon jó volt. A burrito is, de nekem a kasszadé az jobban csúszott. Nekem a burger meg a kasszadé. A burger az például, az a zsömle paszki. Nagyon jó. Mint a hab, ilyen hab, ja, mitől lesz ilyen habkönnyű amúgy? Mondjátok már meg. Mondd már meg, pupi. Pupi. Fék pupi. De ez a cheddar szósz, az se szól. Fú, de finom. Ráfügtem erre. Cheddar szószra? Tényleg. Akkor viszont szellem, démont kell üdvözlünk, ezt tudod. Becsinál. Szóval akkor jógáznunk kell. Jó. Nem mondta róla? Forró jó. Azt mondta az egyik ilyen lelki pásztor, hogy a jógázás az valójában a démonokkal való kommunikáció. Mondta? Nekem a nővérem jógázik, úgyhogy lehet, hogy gyanús. Gyanús. Amúgy hazamegyek, azt borda közé. Jó. Te tejtot lecsúsztatod így felé? Érzem benne az eszenciát. Hát igen. Igen. Na,
Akkor 8 perc. 8 István, perc. Ne is pezarold az időt. És légy szíves, ne beszélj butaságokat itt a 8 perc alatt. Jó, mert jó. Se politika, se izé, ilyen nemi betegségek, meg ilyenek. Ja. Egészségetekre. Jó lett. Ó. Hú, jön azért a... Azért van ereje. Nyomod. Ezzel kellett volna kezdeni. Ugye mondtam, hogy ezzel kezdjük. Ja, te mondtad. Én mondtam. Ez még meleg is, a krumpli is. Hú, b***i, ez kurva kemény. Ez nem gondolta volna. Hú, b***i, jó. Én ezt nem gondolja megenni. Nem, én ezt nem tudom, elemmel kell, sok. Nem kerülünk fel a dicsőségfalra. Nem, gyerekek, ne haragudjatok, én nekem ez nem. Szétmegy a pofám. Kérhetünk tejet? Hú. Jól, jól vagyok, csak nem fogom végigbírni. Bekönnyeztem. Hú, meg, ez nagyon durva, én ezt nem gondoltam olyan gyerekség. Hú. Nem menne le. Nem? Nem. De kaja nélkül se? Mm. Ahogy előtte nem ettetek? Én elviszem amúgy a Tibinek, tényleg. Igen? Azért. De én többet ettem, mint te. Kap be. Téged legyőztelek. Hát ahhoz képest, hogy azt mondták, hogy hát itt azért megszokták enni, meg annyira nem. Mi azért nagyon sok csípőset megettünk már, de ez nagyon ott van. Hát ilyen már rég volt rendesen, itt gördült le a könycsepp az arcomon. Hát ezt csúnyán elbuktuk. Viszont tök király ez a tej. Ja, a tej az jó volt. Tényleg nem is az időm ment el amúgy, az a durva, hanem egyszerűen annyira csípős, hogy nekem ez sok. Belement a szemembe valami. Most vagy a takony, vagy a nyálam. Hú, Tibi azt szerintem bepuszítottam volna, de majd elviszem neki, amit meghagytam. Kíváncsi vagyok, mert... Én is. Te is? Majd megnézem. Jó. Én is. Hát ő megeszi simán szerintem, nem? Neki ezzel nem lesz problémája. Tibi pedig ezt csak ilyen egyszerűen nyugtázta. Jó, hogy ezek még a régiek, akik a falon vannak. Többsége. Hát a dátum is 2022-23. Ja, szóval akkor ez a fajta, ez most van. Ez már egy erősített. Hát akkor ezt hányan ették eddig meg, azért ezt is megették pára, nem? Hát egy 5-6-an biztos. 5-6-an megették, hát mi sajnos nem leszünk közte, mi csicskák vagyunk, gratulálom. Én hát én majdnem a felét megettem, nem? Na, hát akkor egy fél challenge-et megcsináltam, ahogy nézzük. Hát fiúk, lányok, én azt ajánlom, hogy aki, mondjuk aki jót szeretne, az is jöjjön ide nyugodtan, de aki szeretne challenge-et, az önpusztítás, ahogy nagyon önpusztítás, a démonnal, bosszuljatok meg minket, légy szíves, a démonon, álljatok bosszút. Ugye? Igen. Ezt a démon, ez most nagyon megevett minket, bazeg. Azt úgy fel. Hallod, egy szemembe belekentem valamit, és most az is ég. Hú, basszuskúcs. Az a baj, ízbe próbáltam odafigyelni, hogy milyen ízeket hoz a burger, de ez csak halált hozott.
csak a fájdalmat. Én nem éreztem a fájdalmon kívül semmit. Három harapást toltam be, és ennyi. Kész. Vége, tehát tele vagyok. Fú, baszki. Köszönjük egyébként a lehetőséget a Happy étteremnek. Arra nem kerültünk föl. Hát nem. De Istvánt lehet, hogy a videó után fölrakom. Ne csináld! Alsókat jelenel fogva, kirakom. Ne. Jézusom! Gyertek ide! Itt van Budapesten, Csömöri út. 1161, Csömöri út, 190. István egy utolsó szójogán, légy szíves valamit mondja. Lehet, hogy ugyanaz. Én szeretném. Köszönöm szépen. Linkek a leírásban, tudjátok. Következő videó hamarosan jön. Ha túlélem, haza találok. Mert idefele nehezen találtam amúgy sajnos. Amúgy borzasztó volt, hanem fél órát kellett várnom erre. Kóályogtam, mint gólyafos a levegőbe, de végül is megérkeztünk, úgyhogy köszi szépen, hogy itt voltatok. Erőt, egészséget. Szavaztok. Már most olyan fény kéne, hogy jól látsz, hogy a bicepszem. Ennek mindegy a fény, mi? Már így egyszer nézzük, kapcsoljuk le. Már így. Egy, kettő, három. Már egy. Várjál. Most. Még egyszer. Ez nagyon szar. De jó volt. Jó volt, de most szar az egész, igen. Akkor mindegy. Hagyd a